Sziasztok, Ádám vagyok, a tech2.hu-t nézitek, a képen pedig a Medion Lifetab E7318-as tabletet látjátok. Ez már emlékeim szerint Magyarországon is megvehető. 7 szolós belépőszintű készülékről beszéltünk, viszonylag erősebb hardverrel. Kijelző 1024x600 pixeles, amint látható osztályt, hogy IPS helyett csak TN-t kapunk, mert bár ebbe asztok bele egészen jó, ebből már sokkal rosszabb, egyrészt a fényerő is kicsi, illetve talán a kamerán kevésbé látszik, elég elsötétedik a kép. Picit vastagabb keretünk van, nem nevezhető túl vékonynak, bár a belépő szintnél ez kevésbé probléma. Van az előlapunk kameránk, ami végig a felbontású, tablet vastagsága sem mondható, nagyon keskenynek, nagyjából 10-12 mm vastag lehet. A jobb oldalon nincsen semmi, bal oldalra került a bekapcsoló gomb, illetve a hangerőszabályzó gomb. Felül pedig van egy micro USB-nk, egy micro SD-sz, illetve egy mikrofonunk. A tablet egyébként micro USB-n keresztül tölthető. A hátlapon van egy 2 megapixeles kamera, egy reset gomb, illetve egy hangszóró is. De amint látható, a műanyag keretet egy fém lap veszi, illetve egy fém lapot vesz körül. Ez itt középen igazából elsősorban a hűtésnek jó, illetve a fogása is egy picit minőségi, bár azért nem sokat javít ezen a műanyag kereten. A tablet 1,6 GHz-es quad-core processzort kapott, 1 GB RAM-ot, 8 GB háttértárat. Ha belemegyünk a beállításokba, láthatjuk, hogy csak 4.2.2-t futott a készülék, tehát közel sem a legfrissebb Androidot, talán ezt a későbbiekben frissíti a Lenovo, illetve a Medion, bár egyelőre nincs erről információ. Elsősorban az alap Google appokat kapjuk, illetve a Medionnál megszokott extrákat. Van például Kaspersky Tablet Security, ami alapból elérhető a készüléken. Bár szerintem ez csak egy triál, tehát minimális időtartamra szól. Ezen kívül a Medionos appokat kapjuk, mint például a Live Player. Ez egy videó lejátszó, amint mutatja, bár pillanatnyilag nem nagyon van, de van egy videó, így talán ezt is meg tudjuk nézni. Itt, amint látható, egy simple videó, ami viszonylag baráti felülettel rendelkezik, kapott néhány extrát, lehet például hangsávot, illetve feliratsávot is kiválasztani. Sebessége komoly probléma nincs, bár itt a kis felbontás miatt ez nem meglepő. Megnézzük a kamerát. Az előlapítól sokat nem várunk, sokat nem is kapunk. Tehát amint látható, azért ez a VGA felbontású kamera, ez eléggé elmosott, masszatos képet rögzít. A hátlap is sem jobb, igazából 2 megapixel, ez nagyon karcsú és fix fókuszos ráadásul, tehát nem lehet rajta fókuszálni. Megpróbáljuk elérni, itt van. Amint látható, igazából nagyon gyenge a minősége, mint minden 2 megapixeles kamerának szinte. Igazából nagyon sok szükség nem is volna rá, én inkább lehagytam volna. Ez volt tehát a Medion Lifetab E7318-as tablet gyors bemutató videója. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!